Szeretettel köszöntjük a mi magunk nézőit, Kónikis Botond, Kelemen Gábor és Barcsa Turner Gábor. Sziasztok! Ismét jelentkezik a vlogunk. Ugye új hír, amit egyre kevesebben tudnak már nyomon követni, hogy a büntető ügyem, az LMBTQ zászló égetésének szándéka az hol tart. Már lassan én sem tudom nyomni. De tényleg kicsit göngyölítsük föl, mert én megmondom őszintén, azért figyelem a munkásságodat, de egy kicsit elveszítettem ebben az ügyben már a fonalat, hogy most ejtették, a médiából értesülsz róla, hogy újraindítják, lezárják, na mindegy. Tehát elevenítsük föl, hogy lett volna 19-ben egy, illetve volt is egy vármegyés 56-os megemlékezés nálam, az én saját magánterületemen, ahol interaktívvá tettük, tehát volt airsofttal való célbalövés, volt molotov koktéldobás, és mielőtt ezen valaki esetleg megrökönyödne, semmiféle szabályt, törvényt nem sért, molotov koktélt eldobni a saját udvarodon, nyilván betartva a megfelelő... De nem is ezt vizsgálják. Hanem szerepelt, hogy zászló égetés, kettős pont, vörös, uniós, LMBTQ, ugye mert a mi világnézetünkben, felfogásunk szerint ez a három ideológia, ez gyakorlatilag egy és ugyanaz, mert mindegyik rombolja a tradicionális identitásokat. Ez így került oda. És hát, hogy ne csak ugye a múltban éljünk, tehát ez ne csak egy formai hagyományőrzés legyen, ezért gondoltuk, hogy egy LMBTQ pés zászlót is a tűz áldozatává teszünk, de nem volt nálunk, és nem is tudtunk szerezni, venni meg nem szerettünk volna, értető okokból, ezért nem. Ez elmaradt. Ellenben az nem maradt el, hogy a háttértársaság feljelentést tett az ügyben. Egyébként mindig megteszi a saját maga feljelentését, mi is mindig megtesszük a saját feljelentéseinket, amikor olyat tapasztalunk, hogy valamilyen szempontból káros a tevékenységük, illetve szerintünk törvénybe ütközik. Igazából azért ritkábban teszünk feljelentést, mint ahogy úgy éreznénk, hogy szükséges lenne, de akkor a apparátusunk, hát hogy igen, nappal feljelentsük őket. Viszont a jogászaink, meg akik ezzel foglalkoznak, mindig megnézik, mikor nekünk van egy ötletünk, hogy miben lehetne feljelentést tenni, és mi olyan ügyetbe teszünk, ami szerintünk 100%-ig megállja a helyét. De általában ezt az ügyészségek mindig elutasítják, illetve a rendőrségek, míg a háttértársaság feljelentése... Tehát magyarul, hogy el sem indul a nyomozás. El sem indul a nyomozás, igen. Még a háttér... a Szent Korona ábrázolását gyalázták a szivárvány színekkel. Igen, vagy amikor alaptörvény ellenes üzenetekkel bombázzák a lakosságot, illetve magának az alaptörvénynek a megváltoztatására törnek ilyen üzenetekkel. De mindezt óriás plakátokon, a metróban mindenhol látható, míg mondjuk az a plakát, ami miatt indult a feljelentés, azt mondjuk ugye inkább csak egy virtuális plakát volt, mint mondjuk fizikailag tényleg, és egy szűk körhöz jutott csak el. Igen, tehát mindegy, a mi feljelentéseink ellen, vagy a mi feljelentéseinket lesöprik, a háttértársaság feljelentéseit javarészt pedig elfogadják, ezt is a háttértársaság tette meg, ezt a feljelentést, és először nyilván beidéztek, mint szokás szerint, tanút. Ez ugye mindig így működik, azért így működik, mert tanúként köteles vagy vallomást tenni. De hát ez egy olyan ügy pontosan, hogy én jó magam, most mit kezdjek el vetíteni, mit mondjam azt, hogy ott se voltam, meg ilyenek, tehát ez egy olyan ügy, hogy az ember azt mondja, hogy persze, hát vállalja. Én elmondtam, ahogy történt, az egészet, semmiféle letagadás, vagy nem, mert ezt nyilvánosan vállaljuk, meg én magam nem is a ténybeli cselekedetet, vagy a tényeket cáfolnám, hanem ugye az ügy minősítését. Tehát ez nem büntető ügy, ezt nem csak én mondom, hanem különböző szakjogászok, jogászok, ügyvédek. Egyébként itt szeretném kiemelni a Nemzeti Jogvédőszolgálatnak a kiemelkedő munkáját, dr. Gaudi Nagy Tamás sét, aki az összes ügyemet idén, meg az elmúlt évben is képviselte. És akik elmondják, hogy ez már megint egy olyan ügy, ami egyébként egy jogi nonsens, és amire nincsen múltban mondan precedens. Na és hogy miért nincs? Ugye kihallgattak tanúként. Igen, a rendőr behívott, kihallgatott tanúként. Aztán egyszer csak jött a
telefon, mert telefonon értesített, hogy hát új, megint ki kéne hallgatni, immáron gyanúsítottként. Én megmondtam neki, hogy hát gondoltam. És itt derült ki, hogy ő már lezárta a nyomozást, tehát kihallgatott tanúként, fogta, lezárta a nyomozást, a nyomozó szerint sem bűncselekmény az, amit én elkövettem. Ugye eredetileg az ügy minősítése közösség tagja elleni erőszak előkészülete, azonban az ügyészség a gyanúját már megvalósult közösség tagja elleni erőszakként kezelte, tehát én már megvalósítottam az erőszakot, nonsense, és hogy újra ki kell hallgatnia. Tehát az ügyészség itt belepiszkált, igen. És beleszólt az ügybe, hogy már pedig ez, újra el kell indítani, igen, az ügyet. Hiába lezárta a rendőr, újra elő, igen, kell kezdeni. Én akkor már nyilván jogi képviselőmmel, Gaudi Nagy Tamással jelentem meg, ahol belemondtuk a jegyzőkönyvbe, aztán ezt meg is erősítettük több beadvánnyal, hogy kezdeményezzük ugye a háttér társaság ügyészségi törvényi felülvizsgálatát, ami egyébként nem valósult meg, sem az, hogy kezdeményezzük a feloszlatását, nyilván ennek se adtak helyt, pedig amúgy gondoljunk bele, hogy ez mekkora nonsense, hogy van egy civil szervezet, amelyik ugyanolyan szervezet, mint mondjuk a 64 Áram Ifjúsági Mozgalom, mert mi is egy egyesület vagyunk, a háttértársaság is az, és ez a civil szervezet ugráltatja az ügyészséget, a nyomozóhatóságokat, és nem csak őket, hanem kiderült, ugye te adtad be ezt a közérdekű adatkikérést, mert már kíváncsiak voltunk, hogy mi zajlik az ügyészségeken, hogy érzékenyítették őket, vagy nem, hogy... Te adtad be, ha jól tudom, hogy a... Vagy közöldeki, a így van, közöldeki adatkikérésként, adatigénylésként a Székesfehérvári ügyészségnek, akik ugye megküldték azt, hogy a háttértársaság és egyéb más csoportok, egyéb más ellenvédik gyűlöletek, gyűlölet bűncselekmények elleni munkacsoport, tehát több civil szervezet létrehozott egy munkacsoportot, akik aztán az ügyészségnek egy ilyen egész partnere. Milyen civil szervezetek voltak ebben benne, csak és kizárólag LMBTQ és cigány jogvédő egyesületek voltak, illetve őket támogató egyesületek voltak. Egyetlen egy nemzeti, egyetlen egy olyan szervezetet se hívtak meg, akinek mondjuk bármit is jelentene a piros-fehér-zöld. Na most ebből már jól látszik az is egyébként, hogy az ő értelmezésük szerint, jogértelmezésük szerint gyűlöletbűncselekményt nem lehet magyarok ellen elkövetni. Hát ugye mi nem ezt látjuk azért mondjuk Kelet-Magyarországon, ahol öljük meg a büdös parasztot felkiáltással. Sőt, meg, amikor volt is, volt is ilyen ügy, hogy az is közösségtagja elleni erőszakká minősítette a bíróság, amit a cigányság követett el a magyarsággal szemben, mert pontosan az ilyen feliratok, illetve elhangzott felkiáltások miatt, akkor ezek a szervezetek tiltakoztak, hogy ők ezt nem azért lobbizták ki. Persze. Ezt azért lobbizták ki, hogy ellenük használják. Na igen, és mi volt ebben benne, ebben a közérdekű adott kikérés adott válaszuk? Na és a lényeg az, hogy a gyűlöletbűncselekmények elleni munkacsoport kidolgozott egy jogi eljárási protokollt, hogy hogyan kell úgynevezett gyűlöletbűncselekményekben eljárnia a magyar ügyészségeknek. Milyen előítélt indikátorokat kell vizsgálni, már akik hallgatják a mi magunkat, azok hallgattak erről. Tehát milyen előítélt indikátorokat kell nézni. Például, hogy az egy előítélt indikátor, hogyha Kárpátiát hallgatok, hogyha Magyar Sziget látogató vagyok, hogyha a Szentkor rádiót olvasom, ha bármegyés tag vagyok, vagy annak a szimbólumait olvasom, hogyha Jom Kippur ünnepén követel bárki bármit. Magyarul, ha egy kocsmai verekedésbe belekeveredünk, és ott véletlenül rajtunk vármegyés póló van, és mondjuk egy cigány társasággal keveredünk összetűzésbe, akkor arra ezen eljárási protokoll alapján ráhúzhatják a közösség tagja elleni erőszakot, a gyűlöletbűncselekményt, holott akár adott esetben az csak egy átlag könnyűtesti sértés, vagy valami kis garázdaság, vagy ilyesmi ügy lenne. Csak a kettő között a szankcionálásban azért óriási különbségek vannak. Na most a nonsense a dologban az, hogy a magyar ügyészség, a főügyész, Polt Péter ezt elfogadta, igen, tehát ezt az eljárási protokollt. Nem és azt, hogy kidolgozzák. Mert ennyit ezt mi is megcsinálhatjuk. Igen. Mi is kidolgoznánk egy eljárási protokollt, és megküldenénk, leszarnák nyilván. De a háttértársaság és a gyűlöletbűncselekmények elleni munkacsoportnak a beadványát azt beépítették, és Polt Péter utasította a magyarországi ügyészségeket, hogy ezt alkalmazni kell. A családvédelmi akciók közben, a keresztény nemzeti kormányzás 11-2. Évében ilyenek történnek, kedves nézőink, tehát nonsense. Na, tehát mély állam az tényleg működik. Azért jó, hogy amúgy elindult ez az ügy, mert soha nem derült volna ez se ki. Ha ez az ügy nincs, akkor például erre se tudnánk, igen, most felhívni a figyelmet, úgyhogy ez nagyon jó. Illetve
ekkor volt, hogy a Pesti TV engem megkeresett, szintén elmondtam a kamerába nekik ezt az egész ügyet, hogy mi zajlik ellenem, miért, s hogyan, még a előítélet indikátort is elmondtam, stb. Jó. Erre egyszer csak kaptuk a hírt, hogy megküldték vádemelési javaslattal az ügyészség a bíróság felé, majd eltelt egy-két hét, és azt is megkaptuk, hogy lezárta, az ügyészség visszavonta. Magyarul, jó. Magyarul ugye úgy működik egy büntető ügy, a rendőrség nyomoz, az ügyészség utána vádiratot készít, és az ügyészi vád, az ügyészség beadja a vádat a bíróságra. Ugye ez a három klasszikus fázis. Igen, igen, csak most már bocsáss meg, most már gyakorlatilag most már az van, hogy az ügyészség egy ilyen droidként, robotként használja a nyomozókat, már szegény nyomozóknak, rendőröknek is ezzel tele van a tökük, hogy az ügyész fejébe létezik egy koncepció, az gyakorlatilag szeretné bebizonyítattatni a nyomozóval, és presszionálja a nyomozót, hiába lenne annak teljesen másik, más elképzelése, más irányba nyomozna, más koncepció van a fejében, mert ő a nyomozó. Tehát logikailag ő szeretné összerakni, de most bármelyik ügyről beszélünk, nem? Hiszen már megvan az eljárásnak a koncepciója, hogy mi felé kell, milyen irányba kell nyomozást elvinni. Igen, és akkor azt látjuk, hogy ebben az ügyben is ez történik, és össze-vissza lezárják, elindítják, szegény nyomozó azt se tudja, hogy mi van, tényleg mint egy droid megkapja, egyébként minden ügyben kapnak egy kérdéssor, kapnak instrukciókat, tehát ez gyakorlatilag a nyomozói munka kiüresedik. Ki, persze. Ha, igen. Jó, tehát az ügyészség vádemelésre átadta az ügyet. Magyarul a bírósághoz került volna az ügy, de belépett a bíróságra, majd azt mondta, hogy ja, bocsika, mégse, és lezárták az ügyet, de nem a bíróság, hanem a ügyészség visszavonta. Na, és ekkor, ugye, mint egy lezárt eljárásnál jogosultak vagyunk kikérni a nyomozati anyagot, és már közben is amúgy szegény nyomozó hívogatott engem, hogy kihallgatna újra. Persze, mint gyanúsított voltam, ez többletjogokkal jár. Ilyenkor mondtad azt, hogy úgysem nyilatkozok, úgysem teszek vallomásra, beidézhet, de bemegyek és ezt fogom mondani. Úgyhogy tök mindegy. Jó, de az járuljam már el, hogy kiszerkeszti a Szent Korda Rádiót, a HVL.hu-t, mert hogy került ki ez a plakát? Mondtam, hogy nem mondok semmit, ennyi, kész. Egyébként Szent Korona Rádió már nincs is Magyarországon bejegyezve, tudomásom szerint 7-8 éve megszűnt ugye a Szent Korona Rádió Egyesület, úgyhogy ennyi erről az egészről. Meg amúgy én már nyilatkoztam, hogy ezt a plakátot én szerkesztettem, és küldtem szét a sajtónak. Ennyi. Tehát, hogy most a sajtóban ki volt, ki rezonált erre, és ki hogyan raktak ilyen, mi közünk van nekünk ebben bele. Igazából szomorú, hogyha elküldünk bármit a sajtónak, akkor mondjuk azt se egy magyar nemzet, akik ugye nemzetiek, meg jobboldaliak, se egy pesti srácok. Origó, stb. Tehát nem nagyon, nem ide. Index se. Jó. És kiderült még az is, hogy szegény nyomozó elment egy feltételezett HVL szerkesztőnek a tizenvalány éve a szülei tulajdonában lévő lakáshoz, ott kutakodott a Szent Korona Rádió Egyesületnek a régi címére, mármint úgy a régi címére, hogy akkor azóta az utcát teljesen átszámozták, tehát a régi számra küldtek valamilyen papírt, nem tudom. Ez már mind csak a nyomozati anyag. Ez már a nyomozati anyagból derültek ki, hogy mégis kutakodtak, és mi már ekkor feltételeztük, hogy valójában ez az ügy nem rólam szól, meg nem arról a szerencsétlen zászlóról, hanem arról szól, hogy felderítsék a HVM-et, a Szent Korona Rádiót és a mozgalom körül lévő infrastruktúrális hátteret, akár személyi szintekre lebontva. Na, tehát lezárták, ugye itt tartottunk, kikértük a nyomozatanyagot, abból ezek derültek ki. Igen ám, de újraindították mégiscsak az eljárás sokadjára. Milyen indokkal indították újra, kedves nézők? Hogy nem derült fény, hogy kiszerkeszti a HVM.hu-t, meg a Szent Korona Rádiót. Kurafontos, tehát lényeges az ügy tekintetében. Hát nagyon, ebből is látszik, tehát, hogy mi valójában ugye a miről van itt szó. És ezt ki kell nyomozniuk, ezt mindenképpen erre fényt kell deríteni. Én halka jegyzem meg, hogy nyilván én ebben nem mondok semmit, ezt nyomozatilag, vagy logikailag, hogy lehetne erre fényt deríteni, mivel hogy én, mint gyanúsított, ugye nem mondok semmit, hát úgy, hogy kijönnek és házkutatást tartanak, és lefoglalnak minden elektronikai eszközt. Tehát én most jelenleg
ha tetszik, hanem karácsonyt úgy várom, hogy bármikor jöhetnek, most december 21-én is, de jöhetnek holnap, holnap után is, de akár még kitelik ezektől a férgektől egyébként, hogy szentestét velem ünnepik. Szentestét velem ünnepik, kijönnek reggel, tehát ki tudja ezek után most már, hogyha ilyen lobbyerő húzódik meg a háttérben, hogy mi fog történni. Jó, de mondjuk ezen az alapon igazából bármelyik nézőnkhez is bekopogtathatnának, mert feltétlenül a mi nézőink egyébként olvassák a Szent Korona Rádiót. Még lehet, hogy meg is osztotta valaki. Lehet, hogy valaki megosztotta, tényleg az is veszélyes lehet. Sőt, szóval... sőt, a nyomozati anyagban benne volt még egyébként bizonyos csoportok, majd Facebook csoportok, meg egyéb, ahol terjedt a plakát interneten különböző felhasználóknál, kiderítették, hogy ki hogyan osztotta meg. És az is belekerült a nyomozati anyagba, tehát elképesztő is nonsense a történet. Ehhez egyébként hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag a háttértársasággal mi már háborúban állunk. Tehát ők például, amit előbb is mondta, hogy telerakják az országot plakátokkal, ugye ugyanaz a szeretett címmel plakátolták ki ugye a deviáns idézős családokról szóló, gyermekmegrontó intézményüket reklámozó plakátjukat, ezt telerakták oda az országot. Mi átírtuk, hogy ez nem ugyanaz a szeretet, mint egy valódi, tradicionális családmodellben lévő szeretet. Hát, mert hogy is lenne egyébként. De tehát most... átírtuk a plakátot, és milyen érdekes rá, egy hétre ki is lobbizzák ezt a történetet. Tehát magyarul most már ott tartunk, hogy... Bocs, kisében vagyok rekedve. Omikron. Hogy a háttértársaság hülyét csinál a magyar ügyészségből. Hát abszolút. Hát ne vicceljünk, mert hát itt nem csak szerencsétlen nyomozó az, aki már elvesztette a valódi jogkörét abban, hogy a saját körében dolgozik, de már az ügyészség is, mert a háttérben dolgozó háttértársaság mozgatja a magyar ügyészséget. Abszolút. És ez mennyire nonsens már, hogy fogja a székesfehérvári járási ügyészség, lezárja a nyomozást. Erre jön akkor a lobby hatására a Fejér megyei ügyészség, felülbírálja, az gyerünk akkor gyerekek meg. Hát az ügyészségen dolgozók se tudják már ezt követni, hogy akkor most mi van. És mindezt ilyen gyerekes, kicsinyes, bosszú állásra használják fel a magyar rendvédelmi, nyomozó és végrehajtó szerveket teljesen nevetséges módon, pusztán azért, mert Szombathelyen lefújtunk egy plakátot. Ráfújtuk, hogy nem. Jó, hát volt Budapesten is. Budapesten, de ugye Szombathelyen azt hiszem először teljesen, igen. De teljesen nevetséges, hogy hát illetve azért, mert azt amikor a rádió az igencsak böki a csőrünket. Tehát ezt akartam mondani, hogy a háttértársaság mi megörülünk neki, hogy vannak, akik valahonnan az USA-ból szerkesztik, persze, mert persze. Elég hiánypótló, amit végeznek a szerkesztésében. És legalább teret adnak egyébként a hangunknak, igen, mert egyébként a, más lesz a háttértársaság az felmérte, hogy itt van a 64 vármegyi ifjúsági mozgalom, ami oké, hogy egy kis területen, de megvalósított ifjúságneveléstől elkezdve szellemi műhelyet, ugye Duogládi címmel, folyóiratot adunk ki, illetve vlogolunk, nagyon önkormányzatokban jelen vagyunk, tehát nagyon sok mindent csinálunk, csak nem a háttérben, nem teljesen nyilvánosan, HVN.hu ugye. Akkor ott van a Szent Korona Rádió, ugye egy önálló intézményként, ami naponta frissülő hírezést csinál, de mégiscsak tartalmakat hírt ad a HVN-ről, és akkor ezt bemérte a háttértársaság, hogy fú, hát ez csirájába el kell foglalni, nehogy valami nagyobb legyen, meg vegyük el a kedvüket mindenféle eljárással. Ez tök természetes, mert ugye ők a másik oldalon állnak, ők ellenségeink, nem ellenfeleink, ez oké. De hogy az ügyészség meg a rendőrség miért ad nekik teret, meg sok esetben sajnos a bíróságok is, az ítéleteikben, miért őket támogatja, az viszont már ugye jó kérdés. Tehát nem az a itt a kérdés, hogy a háttértársaság miért csinálja, amit csinál, mert azt hagyjuk, azt értjük, de hogy ez miért asszisztálnak magyarországi, állítólagos magyarországi szervek, az nonsens. Hát ez a mély állam működése, szóval. Mert meg azt is értjük, amikor a Facebook letilt minket, tényleg. Tehát ugye ott is egy olyan ellenponttal találkozunk, meg ugye tudjuk, mit jelent a Facebook, meg mivel próbálkozik, illetve milyen világot épít, meg milyen diktatúrát épített ki, tehát ugye ez egy vélemény diktatúra, még azt is értjük. Abszolút. És akkor itt át is kanyarodunk a következő itt ez témánkra. Kis-kis mosoly csalt az arcomra egyébként. Nekem nem amúgy, vagy hát valahol nyilván, igen, mert hogy a Partizánról van szó, tehát hogy letiltották a Partizán egyes szerkesztőit, meg konkrétan a mi videónkat is ugye leszette a Facebook, ahol mi szereplünk, illetve velünk készít interjút, ugye Gulyás Márton. Amit egyébként mondtunk neki.
beszélni. De nem hitt el, azért nevetve, nevetve. Nevetve, és egyébként úgy mondta, hogy hát igen, ez úgy benne is felmerült. Ha mindegy, rábíztuk, hogy döntsön, hogy most kiteszi Facebookra, vagy nem teszi, ki kitette, hát megjárta. Nem, nem, tehát nem vette komolyan egyébként, hogy tényleg ilyen, ilyen elnyomás alatt vagyunk na, a Facebookon. És, de ez azért szörny, és azért másik fele, meg azért mosolgok rajta, mert ilyen elnyomás alatt vagyunk. Tehát leírja a Partizán is a közleményében, hogy ők nem értenek velünk egy ilyet, nem szimpatizálnak, nem a nézeteinket terjesztették, hanem beszélgettünk témákról, ugye ez egy interjú volt, és hogy ennek ellenére tiltották le. Hát igen, mi is például csomószor csak kérdéseket teszünk föl az LMBTQ lobbiról, vagy tennénk föl, mert most már nem tudunk, a Facebookon, meg csomószor csak kérdéseket fogalmaztunk meg, és már akkor ment a, először a 24 órás, 72 órás, majd a 3 napos, és akkor jöttek a 30 napos tiltások, amiből van 3-4 egy profilnál, az vége az oldalnál, meg azonnal puff, törlik. Hát de nem is kellett, hogy az LMBTQ-val szembe helyezkedjünk el, hogy tiltsanak minket. Hát elég volt is gyerekkarácsonyt szervezni, amit ugye idén is megtartottunk. Közel 50 gyermek vett részt a egyébként szélsőségesnek, többszörösen szélsőségesnek titulált. És gyűlöletkeltőnek. Hát nem egyszer, igen, a Facebook úgy tiltotta le, hogy jött róla az értesítés, hogy gyűlöletkeltő tartalma posztolta, és ott betlelmezünk rajta. Igen, igen. Tehát ez a kép, hogy mi ott betlelmezünk, az gyűlöletkeltésnek minősült el. Nonsense, gyűlöletkeltő gyerekkarácsony. De idén is meg tudtuk tartani, idén nem tiltotta a Facebook, mert idén nem hirdettük nyilvánosan. Csak zárt csoportokban. De így is közel 50 gyermek volt ott, plusz ugye a szüleik. Nagyon nagy sikere volt, szerintem idei volt eddig talán a legnagyobb. Igen, igen, igen. De egyébként most ez nekünk végül is nem is egy ilyen nagyon hű, de nyilvános rendezvényünk, nem egy tömegrendezvényünk. Főleg, hogy most már abban a cipőben járunk, hogy egyre több a vármegyés gyerek is. Ugye vármegyés gyerekkarácsony néven futott most már az elmúlt években, ugye mi neveztük még nemzeti gyerekkarácsony, igen, csak gyerekkarácsonynak. Miért nincs nemzeti gyerektábor, meg nemzeti gyerekkarácsony? Mert a nemzeti dohánymaffia felzabálta. Igen, mert már minden nemzeti lett ugye közben ebbe az országba. Azt hagyja, hogy mi már 15-6 éve... Milyen jó lenne egy nemzeti ügyészség is végre. Igen, tehát ugye mi már minden 16-7 éve, 18 év, ugye 20 éves a mozgalom, nemzeti jelzővel illettünk, megmaradtak ezek az intézményeink, és akkor egy eltelt 3-4 év, míg a gyerektábornál is, a nemzeti gyerekkarácsonynál is, egyszer csak jöttek a kommentek, hogy na már ez is nemzeti, mi ez, Fidesz képző? És nem is értettem, hogy milyen Fidesz káder képző? És akkor esetleg, hogy itt már minden nemzeti, és hiába, hogy mit már 18 éve is így hívtuk, már a Fideszre azonosítják, ezért egyszerűen csak vármegyés gyerekkarácsony, ami egyébként egy komoly intézményünk olyan értelemben is, hogy tényleg már itt a vármegyében is, illetve a Holtudvarunkban is, hál' Istennek egyre több a család, egyre több a gyermek, és ilyenkor jönnek a szüleik, és a gyerekek is egy színvonalas programon vesznek részt, illetve mi is régen nem látott bajtársakkal tudunk találkozni, nagyon jó hangulatban közben tudunk velük beszélgetni. Meg azért nagyon fontos ezeknél az ünnepeknél, mert mondjuk mindannyian a saját családunkon, szűk családunkon belül, ott meg tudjuk élni ezeket az ünnepeket rendesen, hagyományosan, tartalmasan. Tehát nem az abálásról szól a dolog, nem a berugásról szól a dolog, meg karácsonykor a végeláthatóan ajándék tömegekről szól, hanem mondjuk az, hogy mi az ünnepnek a tényleges tartalma. Hogy ennek van egy szakrális üzenet, hogy az ember a lelkét valahogyan fölfelé emelje. Na és ezt a saját családunkban meg tudjuk élni, de azért a gyerekközegekben, az általános óvodai, iskolai közegekben nem ez a jellemző, és azért fontos nagyon, hogy egy olyan kortárs közösséget is tudjunk biztosítani a saját gyerekeinknek, amiben ők bele tudnak nőni. Abszolút. Abszolút. Na és akkor a utolsó témánk, egy fontos hír, hogy elindult a második évfolyam. Tehát a jövőre is Dóbládi. Igen, immáron két havi lapként. Minimálisan bővített tartalom az azt jelenti, hogy maximum 5, nagyon durva esetben 10 oldal többlettel, tehát ilyen 70 oldal körül. Mégis az rajtatok is múlik, tehát akinek a ceruzájában, tollában van írás és színvonalas írás szeretne letenni, az nyilván jelentkezhet a Dóbládiba szerzőként is. Illetve, közben itt lapozom, hogy mindenki láthasson bele, hogy milyen írások vannak, illetve mondanám, hogy közben elindult a duogladi.hu is, ahol elő lehet fizetni. Sőt, minden eddiginél egyszerűbben, könnyebben, jobban. Ez egy webshop.
számlázó programmal összekötve, úgyhogy nagyon mi is fölkészültünk, egy év végre elég volt arra, hogy a hátteret is szépen alaposan felkészítettük. Hát igen, mert nem, tehát amikor elindult a Duográdi, akkor azért nem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz, nem hát gondoltuk. Ezt már sokszor elmondtuk, de ez tényleg úgy indult, hogy egy ilyen szamizdat belső, igen, gyakorlatilag fénymásolt. Közben, mint egy ilyen telesokban, így felfelmutatott. A képeket, hogy így mondta, hogy milyen jóképű fiatalember. És ha még 5 percig előfizetnek rá, akkor érvényesíteni tudják a 10%-os kedvezmény. 5 perc, nem mondom újra, fogynak a lapok, lent láthatják, hogy már csak 10 példány van, és egy telesopposan kellene nyomni. Ha azonban most telefonál, kap tőlem egy második fiókot további ajándékokkal. Nem, de a lényeg, hogy aztán utána kiderült, hogy az igény nagyobb rá, mint amire mi számítottunk, és meg kellett teremteni ennek tényleg a pénzügyi, könyvelési, jogi hátterét, minden feltételét, hogy működjön, de immár működik. A visszajelzések alapján itt van az előző évfolyam összes szépen címlapja, működik a webshop jelleg, a megrendelés. Úgyhogy... És a webshopban, aki lemaradt volna valamelyik lapszámról egyébként, még korlátozott számban, nem igen. Sok egyébként, mert tényleg ilyen néhány darab van, de még lehet belőle rendelni, és azt is a honlapon duogladi.hu két ível. Így van, mint ahogy itt is ide van írva. Ennyi fér bele a mi magunk ezen adásába. Fel a győzelemre, áldott karácsonyt! Áldott karácsonyt, boldog új évet!